Sziasztok! A mai videóban egy teljesen újfajta dologgal próbálkozom. A férjemnek nagyon régóta az a véleménye, hogy szerintem nekem is olyan videókat kellene csinálnom, mint a többi videós, beauty vlogger, mi van a táskámban, sminkelni, meg ilyeneket. Nagyon szívesen csinálnék ilyesmit, de ezekhez nem értek. És az, hogy mi van a táskámban, az két hetente változik úgyis. De! Nem sokára megyünk haza, és vettem egy gyönyörű táskát a barátnőmnek. Ezt itt már jól meg is pakoltam. És most megpróbálom leutánozni a Mi van a táskámban című videótípust. Gyertek velem! Szóval a táska sztoria az annyi, hogy a barátnőmet nagyon nehéz meglepni valamivel, mert sosem mondja, hogy mi tetszik neki, de hogy véletlenül megvegyem. De! Most kitoltam bele. Böngésztem a neten és láttam ezt a táskát, és arra gondoltam, hogy ez neki pont jó lenne az irodába. És küldtem neki képeket azzal, hogy ezt a táskát nagyon szeretném megvenni, csak nem tudom eldönteni, hogy szépe vagy sem. És visszaért, hogy szerintem nagyon szép, neki nagyon tetszik. Mondom, most megvagy! Szóval long story short, megvettem a táskát, és arra gondoltam, hogy megtömöm mindenfélével, amit én hasznosnak gondolok, a felét már úgyis kidobálja, de hát ha nem. Na, mutatom! Elsősorban van itt egy csomag svájci csoki, ezt azért választottam, mert ezt otthon nem lehet kapni, és nagyon finom. Aztán van itt egy izzadásgátló, erre minden nőnek szüksége van állandóan. Aztán egy kézfertőtlenítő, mert nem mindig lehet kezet mosni. Két Nutella tugó, mert ezt imádja, és ebbe bármikor bele tudja dugni az ujját. Mondjuk a vonaton. Csok és karamellás truffelmet, ezt meg én imádom. Egy körömápoló szert, mert egy grófile származottnak nem lehet igénytelen a keze, akkor sem, hogyha útközben letörül a körme. És körülbelül ennyi a maximum, amennyire én egy grófsághoz közel tudok jutni. Az, hogy a barátnőm grófile származott. Egy jegyzetfüzet és egy toll, hogyha nem lenne nála a telefon. Ami lássuk be, nem valószínű, hogy elő fog fordulni. Teletöntem mindenféle hülyeséggel ezt a táskát, mi? Egy radír. Nagy hibákra. Egy papírzsepi. Egy fülhallgató. Egy csomag rágó, mindig jól jön. Egy szárvíz, hogyha egy meetingre lenne, ahol nem lehet rágolni, de szeretne friss lehelletet. Szilikonos sebtapaszt. Ez a legjobb dolog, amivel eddig életem során találkoztam sebtapaszok terén. Fantasztikus, mintha egy második bőr lenne, bármilyen sérülés van a lábadon. Ajánlom mindenkinek. Füldugó, hogyha a szomszéd kölyke túl hangos lenne. Jägermeister, nagy ijegységre. Ehhez van egy sztorim egyébként, még a főiskolás évek alatt. Egyszer kimentem a barátnőm elé az állomásra, hogy segítsek cipelni a csomagjait, mikor visszajött egy vasárnap este. És a sötét utcán szembe jött velünk egy fiú a másik oldalon, és a szemem sarkából láttam, hogy átjött a mi oldalunkra, és elkezdett követni minket. Ahol mondom, ez nem lesz olyan jó. Aztán egyszer csak lenéztem a táskára, amit fogtunk a barátnőmmel, és a fiú is pont akkor nyúlt volna a bőrönd után, hogy kitépje a kezünkből. Én úgy megijedtem, akkor átvöltötte, a fiú erre nem számított, ő is megijedt, úgy elszaladt a másik irányba, de mi csak állunk a barátnőmmel, mint két sóbálvány. Atya úristen! Na, az ilyen esetekre jó a Jägermeister, mert annyira rossz az íze, hogy az ember rögtön magához tér. Na lássuk, mi van még itt. Egy csomag svájci torokcukorka, aminek annyira rossz íze van, hogy a torokfájás magától fog elszaladni. Egy csomag szaralakú gumicukor, hogy azt is meg tudja kínálni, akit utál. Nedves törlőkendő. Két kézkrém, egy cseresznyi és meg egy levendulás, mert nem tudtam választani. Egy ajakbalzsam. Egy parfüm. És újabb két csomag svájci torokcukorka, mert a mikorunkban már nem állt az elővigyázatosság. Elég sok minden fért ebbe a táskába, igaz? De most megmutatom üresen. Ilyen a belseje, oldalt is van egy zseb, középen is van egy zseb, és itt is van két pici zseb. Az egyik oldalán kívül is van egy zseb, ez cipzáros, és a másik oldalán elől is van egy zseb, ez nem cipzáros. Na, így néz ki az én Mi van a táskámban videóm, remélem, hogy jól szórakozhatok rajta. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!